Amikor az ember idejön az ispitába, már megszokhatta, hogy rendesen fel kell készülni. Ismét egy különleges tárlatnak ad otthont a magyar ispita. Csütörtökön nyílt meg ugyanis az Iloncsi, vagyis Andrássy Ilona grófnő portréja nevet viselő kiállítás. A megnyitón dr. Fekete Dávid azt mondta, az ilyen és ehhez hasonló tárlatoknak az a célja, hogy bepillantást engedjen a város múltjába. Ez a kiállítás is illeszkedik abba a sorba, amit a Rómer Folyos Múzeum most már jó pár évvel ezelőtt elindított. Ugye nagyon sok olyan tematikus várostörténeti kiállítást szervezünk, aminek az a célja, hogy a város múltjába bepillantást engedjen. Ugye legutóbb például március 15-éhez kapcsolódóan nyílt meg az 1848-as kiállítás, és hát nagyon fontos ez a kiállítás is, hiszen az a munka, ami elkezdődött jó pár évvel ezelőtt az első világháború emlékezetének a feltárására és bemutatására, az tulajdonképpen ma is ebben a kiállításban megmutatkozik. Rekonstruált kastély szobabelső, kézzel írt levelek, értékes porcelánok. Többek között ezekkel is találkozhat, aki a magyar ispitába látogat. A nagyrészt a Rómer Múzeum gyűjteményéből kiállított anyag több más érdekességet is tartogat. Erről Kovács Lajos történész beszélt híradónknak. Különlegesség még az, hogy fönnmaradt egy naplója az első világháborúból, amikor ő ápolónőként szolgált az olasz fronton, illetve a galíciai fronton is először, és ezt ő leírta, és ezt az Európa kiadó 3 éve megjelentette, és nagyon-nagyon érdekes dokumentum arról, hogy hogyan élték meg az emberek. Konkrétan egy arisztokrata hölgy, ugye, aki önkéntesként állt be betegeket ápolni, ezt a traumát, amit az első világháború jelentett. Arról is kérdeztük a történészt a grófnő életéből és a korabeli Magyarország emlékeiből összerakott kiállítás, mit üzen a ma emberének. Azt üzeni leginkább, hogy micsoda óriási változatosság, illetve menny és pokol között zajlik az életünk. Tehát ő, aki a legnagyobb gazdagságban nőtt föl, végül itt Magyarországon egy udvari kiskonyhában húzhatta meg magát a szocializmus éveiben, utána pedig Kanadába emigrálva, ahol már mint hontalan élt, egy öregek otthonában, mint gondozott, fejezte be az életét teljesen nincstelenül. A kiállítás június 17-éig, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között látogatható a Magyar Ispitában.